Virágba borult a gimnázium épülete. Ez ilyenkor mindig egy kedves, tiszteletre méltó szokás. A díszítés már korán reggel elkezdődött, hogy időre, délelőtt 10 órára minden a forgatókönyv szerint történjen. És valóban elindultak énekszóval 2023 ballagú fiataljai, az öreg gimnázium épületét végig sétálva, mint ahogyan ez már szokás mindenhol. A Dombóvári Ijes Gyula gimnázium ballagó diákjainak egyik jó tanácsa a következő évfolyamosoknak az, hogy ne izguljanak. Én most a 12. A osztályba járok, ez egy német és angol emeltes osztály. További céljaim nekem a média kommunikáció szakirány, ezért is teszek emelt német és egy emelt magyar érettségit. Szerintem ez egy ilyen kettős érzés, mert egyrészt bennünk van az, hogy ugye itt a búcsúzás, hogy most már itt többet nem leszünk közösen együtt, viszont izgulunk is, és szerintem ezért készültünk 4 éven keresztül, hogy itt most megmutathassuk, hogy mit tudunk. Május a ballagások hónapja. Fontos ünnep ez a búcsúzó elballagó végzős diákok életében, de ugyanannyira szívetszorongatóan jelentős a tanárok számára is. Idén a 103. ballagásukat tartják az Ijes Gyula gimnáziumban, mondta dr. Szenyéri Zoltán igazgató. Nálunk a legszebb és legfontosabb hagyomány az, hogy a gyerekek énekelve vonulnak. A gimnáziumoknak a erőssége, hogy hála Istennek a művészeti oktatás magasabb színvonalú. Ráadásul megkockáztatom az idei évfolyamunk az elmúlt 20 év legjobban éneklő évfolyama. Rengeteg olyan diákkal, akiknek kiváló énekhangja van, és így ragaszkodunk ahhoz is, hogy az ünnepségen a szózatot és a himnuszt is közösen énekeljük el. A folyósokon fognak végig menni a diákok, ez a hagyomány, a második emeleten kezdünk, egy jelképes kolompolással, ugye ez a régi időket idézi, amikor még kézi erővel történt a csengetés, és nem pedig a gépek segítségével, és a folyósokon mennek végig, körbejárják az épületet, és a udvarra érkeznek meg énekelve, és miután elfoglalták a helyüket, utána kezdődik az ünnepség. Most az érettségi attét, ilyenkor már mindent kell tudni a végzős diáknak. Az érettségik hétfőn kezdődnek. Én annak örülök, hogy a Covid-járvány hatására az állam hozott egy szerintem nagyon méltányolandó, hogy szép döntést, hogy az első héten az érettségírásbeli 9 órakor kezdődnek. Ugye ennek közlekedés technikai oka van, a csúcsforgalom elkerülése, de lehet, hogy nem árt, hogy a gyerekek, a végzősök is reggel még egy kicsit tudnak készülődni, esetleg netán tovább aludni, akinek a lelki állapota megengedi. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere szerint a ballagás teszi fel az íre a pontot, hiszen a fiatalok ilyenkor már túl vannak a szerenád bulin, az előzetes vidámságokon. Jártak nálam is péntek délelőtt a hivatalba. Ma azt gondolom, hogy a családé. És nyilván a mai nap sem lehet teljesen elengedni a napot, hiszen hétfőn kezdődnek a vizsgák. Azt gondolom, egy olyan városban, mint Dombóvár, ahol 3 középiskola is működik, és közel 100 végzős van mint 3 középiskolánkban, ez egy nagyon szép szám. És azt láttam a ballagáson tegnap, hiszen voltam már tegnap is, hogy ezután potlás mindenhol rendben van, ez a szám nem csökken, és a fiatalok közül nagyon sokan választják Dombóvárt középiskolának. Sajnos felsőoktatásba kirepülnek innen, de megpróbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy itt érdemes legyen visszajönni Dombóvárra, és azok a fiatalkori élmények, amelyek amúgy is visszakötik ide őket, meg legyen spékelve olyan lehetőségekkel is, hogy tényleg itt lássák a jövőjüket Dombóváron. A gimnázium összlétszáma 470 fő, ebből most 84-en ballagnak el. Emelt szintű angol és német nyelvi képzés folyik 2 osztályban, a 4 évfolyamos tagozaton. Ugyanez a lehetőség adott a 8 osztályos rendszerben is, amelyből egy osztály van a gimnáziumban. Később mindenki a saját érdeklődési köre és továbbtanulási szándéka szerint választja az utolsó 2 évfolyamon azokat a tantárgyakat, amelyekre különösen rá akar készülni. A most ballagóknál ez már megtörtént. Május 8-án kezdődnek az érettségi vizsgák.